1945 tavaszán az amerikai elnök, aki hát beteg ember volt alapvetően, de voltak róla filmek, regények, és hatalmas szakirodalom van róla. Nekem a rektor úr, aki szakmailag egy kitűnő elme, Patyi András doktor, azt mondta, hogy néha próbáljak egy-egy könyvet bedobni és megemlíteni egy könyvet. Tehát és ő is sok éves tanár, erre nem gondoltam volna, úgyhogy mindig mondok egy-egy könyvet. Jó, most ezentúl. A Rooseveltről még a Kádár rendszerben megjelent egy ilyen könyv, nem is kell az amerikai szerzőt keresni, ha beírják a Google-ba, vagy Bookline kereső programja, ugye Roosevelt és Hopkins ez a neve. Két kötetes könyv kitűnően összefoglalja Roosevelt pályáját és a Stalinnal és Churchill-lel való kapcsolatát, ha bárki érdeklődik. Ez a könyv szerintem most nagyon olcsó, mert megjelent vagy 40 éve, és azért ki a kutya se törődik meg az ilyen kiadva. Ez egy amerikai régi, nagyon jó könyv. Nem is tudom, hogy a Kádár rendszerben, meg is néztem, összevetettem, voltam olyan pihent agyó, és összevetettem az amerikai kiadással. Gyakorlatilag cenzúramentes volt, egy-két helyen csak finomítottak, úgymond. Tehát még egyszer Roosevelt és Hopkins. Most Roosevelt elment pihenni, április, 45 áprilisa, és akkor egy festő ostromolta. Neki voltak festő barátai, az egyik festőt elküldte Moszkvába, hogy Sztálinról készítsen egy portrét. Érdekes, a festőnek a neve, tehát Sándor, hát nyilván egy magyar eredetű festő, és Sztálin az utolsó pillanatban, ahogy Roosevelt meghalt, ő akkor nem fogadta. Biztos, ha Roosevelt még él, fogadja, és akkor készült volna egy Sztálin festmény. Roosevelt azt mondta, hogy a festőnek, hogy van még 15 perce, aztán így ledőlt és meghalt. Ez volt az ő halála, tehát ő kidőlt. Truman, aki utána került, egy tipikus vidéki, nem buta ember, a maga módján nem rossz ember, de őhozzá képest egy vidéki politikus. Roosevelt egy olyan környezetből jött, olyan családból, hogy a külpolitika, a belpolitika, a finomságig az kisójában volt. Nagyon vallásos ember volt. Nem véletlen, hogy Churchill és az angol politikai elit tagja, sőt amerikai politikai elit tagjait, Molotovot, tehát Sztálinnal nem mertek így beszélni, készítették elő, hogy ha Sztálin találkozik Roosevelttel, biztos a vallás, az egyház, a Vatikán, más kérdések elő fognak kerülni. És akkor nem véletlen, hogy Sztálin gyorsan 43-ban, mielőtt Teheránba ment, fölállította ő a pátriárkátust. Tehát Sztálin hatalmas lépést tett az orosz egyház irányába, ennek főleg akkor külpolitikai és részint belpolitikai vonatkozásai voltak. Erről nekem egy külön előadásom is lesz, Sztálin és a kelet-európai egyházok, de ez majd a jövő zenéje, ha egy páran kitartanak, boldogan elmondom. Na most Roosevelt kidőlt, és maradt Churchill. És hát Churchill is kidőlt nyáron, mert a nép az hálatlan, ő azért ezt a háborút tényleg vérbe és vasba, egy kollektív kormány volt, munkáspárti és konzervatív politikusok egyaránt. Anglia egy ideig teljesen egyedül volt a náci Németországgal szemben. Most az Oscar díj kiosztásnál volt egy érdekes film, amely pont Roosevelt a Churchill legnehezebb napjait mutatja. De szörnyű volt számára, Dünkerk, más, sok minden. És ő azt hitte, hogy tarulni fog a választáson, és el is ment Potsdamba, és nem is ott volt a kampány finisébe. Mi ebből a tanulság, egy vezető politikusnak ott kell lenni a kampány finisébe, de az angol nép belefáradt. Olyan rossz volt a gazdasági helyzet, jegyrendszer volt. Annak sem örültek túlzottan, bár Churchill erről igazán nem tehet, hogy a háború vége felé a V2 rakétákkal lőtték a németek Londont. London egy ilyen égő gyertyákból álló konglomerátum volt. Ezrek haltak meg. Érdekes, hogy a szegény Churchill nyakába varták. Hát ő így is sok mindent megcsinált, meg az angolok. Ők elpusztították Norvégiába a nehéz víz laboratóriumot. Ők mindent megtettek, szétbombáztak mindenféle atomkutatással összefüggő területeket, és mégis az az igazság, valahogy hálátlan volt, de Churchill már, és ez fontos most előadásunk szempontjából, Churchill jócskán kikészült. Van neki egy orvosa, egy Morán nevű orvosa,
Látják, írtam egy előadást, föl is akartam félig olvasni, teljesen másképp beszélek, de hát ez rossz szokás, ezzel már nem fog tudni semmit csinálni, mindegy. Van neki egy Morán Churchill, egy Morán nevű orvos, aki szerette nagyon Churchillt, rajongott érte, de azért objektív volt, és azt mondta, hogy élete a háború utolsó heteiben, hónapjaiban Churchill teljesen kikészült agyilag. Ez összefügg azzal a témával, melyet, ha megengedik, most járjuk körül. Induljunk ki abból, hogy Churchill, amikor egyedül maradt, úgymond, a nyugati térfélen, mert Truman még nem számított, ő még nem találkozott Sztálinnal, stb. Stb. Churchill úgy hitte, hogy ő azért Sztálinnal szemben még megállja a helyét. Ahogy mondja, a I. és Gyula nem az a legény, hogy mondják ezt? Nem az a legény csak, aki kapja, nem az a legény, aki állja. Ő azt hitte. De Sztálin már úgy érezte, hogy egyrészt, hogy Roosevelt kiesett, az egy szörnyű tragédia, Sztálin megértette magát, és Sztálin taktikailag Roosevelttel sokkal jobban jött ki. De másrészt azt hitte, hogy most már ő a nagy öreg. Ő Roosevelttel szemben, Sztálin senkivel nem rendelődött alá, még Leninnel szemben sem, a bolsevik pártban, amikor fiatalabb politikus volt, ő senkivel, ő gúnyolódott az embereken, egy cínikus, veleig rohadt cínikus ember volt, még amikor tárgyalt Roosevelttel is, már az egyházi kérdésekről, erről ez a bizonyos mondás a Sztálinnak, hány hadosztálya van a pápának, amikor azt mondja, jó lenne a Vatikánnal kiegyezni. Ő egy ilyen ember volt, de Roosevelt mégis egy idős ember, egy úriember, egy nyomorék, meg egy csomó dologban ők megegyeztek. Meg Teheránban már elkezdtek intrikálni Roosevelt és Sztálin Churchill háta mögött, hogy a brit birodalomnak vége, mind a kettőnek ez volt a dolga is. Az Amerikának már nem kellett a brit birodalom. És akkor bizony Sztálin úgy magára maradt. És akkor Sztálin Roosevelt halála után úgynevezett önállóbb lett, bekeményített Churchillnek a lengyel kérdésbe, mindenhol nyomult előre, és megmásította azt, hát ez is egy nagyon rossz történet, Magyarország szempontjából is, megmásította Sztálin azt az ígéretet, amit Moszkvába 1944. októberében tett Churchillnek, amikor ők a legcinikusabb módon és a legaljasabb módon egy kis cédula segítségével, tehát sokan tudnak erről a kis cédulának a létezéséről, mindjárt elmondom egy kicsit az én koncepciómat, felosztották egymás között Kelet-Európát. Ilyen volt már a múltban, amikor egy ilyen csónak, nem is csónakon, hanem tutajon, a Nyilmán folyó közepén első Sándor orosz cár és Napóleon találkoztak, és háború után, súlyos csaták után pár héttel, és megölelték egymást, gyakorlatilag ők akkor Európát felosztották. Csak hát Napóleonnak sokkal több jutott, mert ő a győztes. Sztálin és Churchill 44. október 9-én felosztják egymás között az akkori Európa keleti részét és Balkánt, nem a Balkánt, igen, és ennek a történetnek köze van ahhoz, amiről most akarok beszélni. Nekem egy jelenlévő illető azt mondta, hogy már múltkor, hogy ne legyek 40 percnél több. Én most megpróbálom ezt betartani, de nyugodtan biztatom önöket, ha bármit nem mondtam el, kérdezzenek, akkor vagy most, vagy a következő órán ezt el fogom mondani. Órán, előadáson, elnézést. Sok éves tanár, órán, nem minden. Ez inkább nekem egy óra, mert úgy vagyok én tisztára úgy, mint Magyarországon az orosz tanárok, 45 mondjuk őszétől a tanévekről, az orosz nyelvet bevezették. A magyar kormány még ideiglenes kormány volt, és bevezetik az orosz nyelvet. Hát szlovákokat, kárpátaljai ruszinokat, első világháborús hadifoglyokat, latin és német szakos tanárokat dobtak be az orosz nyelvvel, és bizony több embertől hallottam, tanároktól is, meg egykori diákoktól, szegény már többségük már nem él, de hát akkor ők tanulók voltak, vagy tanárok, a tanár tanulta a második vagy a harmadik órát, és a diák az első. Én nem mondom, hogy ezt így állok én ezzel a Churchill féle tervvel, de bizony az elmúlt hetekben nekem pokoli volt, és nagyon nehéz volt, a szakirodalom alig halad előre. Képzeljék el, van egy érdekes téma, amiről alig tudunk. Néhány forrás áll rendelkezésre, ez olyan, mint a népvándorláskori történelem. Találnak egy pár cserepet az embert, megpróbálják, emberek megpróbálják összerakni, és utána ebből mondanak ezt vagy azt.
1944. október 9-e. Moszkva fölött két repülőgép nem nagyon találja a helyét. A két repülőgép, ezek brit gépek voltak, és Kairóból repültek Moszkvába. Az egyik gépen Churchill tartózkodik, 9 kísérővel, a másikon a testőrök, ez nem logikus dolog, és a másikon a katonai szakértők. Azért mennek külön, mert az egyik gép elromlott Kairóba, és nem vette komolyan a pilóta. A pilóta nem nagyon elvesztette a tájékozódási készséget Moszkva fölött, és egy olyan helyen szálltak le, egy kis tartalék repülőt jelen, ahol senki nem várja őket. Aztán föl kellett szállni, rögtön a diszpécsen rendelkezek, fölszállnak, leszállnak Moszkva centrális repülőterén, ott már Molotov megőrült, a külügyminiszter állandóan kapcsolatban áll Sztálinnal, hol a Churchill. Churchill végighányta az utat, és alig száll ki, és a fontókon úgy látszik, hogy egy ilyen légi kísérő, meg egy testőr szabályosan, mint egy öreg ember, bottal, 69 éves akkor Churchill, mint egy öreg ember bottal támogatják, de ő kinéz 80-nan. Pár percen belül ez az ember, amikor beszédet kellett mondani, oroszlánná vagy tigrissé változik, szinte bömböl úgy beszél a mikrofonba, mond rögtönzött egy beszédet, és azt mondták, hogy menjen pihenni, berendeztek neki egy egész villát, azt mondta, nem, én még szeretnék ma Sztálin úrral találkozni. Sztálin nem készült az esti találkozásra, sokban ez egy rögtönzött találkozás volt, melyen Molotov vett részt a szovjet fél részéről, Churchill részéről pedig Eden, a angol külügyér, a moszkvai nagykövet, Sir Archibald Clarke Kerr, és a tolmácsok. A tolmácsok kivételesen jók voltak, de már szinte értették idegen nyelvet nem ismerő Sztálin. Tanult angolul többször, de nem ment ez neki. Sztálin egyébként összesen 6 nyelvet tanult, beleértve a latin, a ógörög, az eszperantó, a német, az angol és a francia, élete különböző időszakaiban. Hát egyiket se tanulta meg, gondolom, hogy ógörögöt talán valamennyire, mert a pap neveldőben ez volt, a tifliszi ortodox pap neveldőben az egyik, hát legfontosabb nyelv. Én az orosz nyelvet Sztálin esetében nem tekintem idegen nyelvnek, mert ő már elemi iskolában is oroszul tanult sokban. De értették Churchill-el egymástól, de Churchill azt hitte, hogy Sztálin egy vizuális ember. Beszéltek ők egy ilyen titkos tárgyalás keretében. Churchill és Sztálin nagyon szerettek álnéven fellépni, meg kódneveket használni. Ennek az egész találkozás sorozatnak, ami 3 napig tartott, vagy 4, meg Tolstoy volt a fedőnöve, a nagy orosz író. De mindennek, például a Normandiának is az volt, hogy D-Day, meg mit tudom én, melyik minden dolognak volt, vagy a szovjet nagy támadásnak Belorussziában, Bagration hadművelet, és így tovább, ez pedig Tolstoy hadművelet. Ez egy hadművelet volt, két ember összecsapott és osztozkodott Kelet-Közép-Európán és a Balkánon, és sajnos Magyarország sorsa sokban megpecsételődött, de én azt mondom, pont amikor a magyar kiugrási tárgyalás ott volt. Faragó tábornok és Szent Iványi Domokos ilyen hülyeséget mondtak, hogy ők látták Churchillt a szomszéd szobába. Hát hogy láthatták volna? Hát ez egy fantázia, hogy Faragó kinézett és ott ült Churchill. Hát a Kremlben egy egészen elszeparált helységekben tárgyaltak. Hát Churchill akkor még, amikor Moszkvába repült, ezt nem mondták be előre Angliába. Az első 2 napot egyáltalán nagy titokban is volt Moszkvába, utána már megjelent egy közös közlemény. Na most a Churchill felírt ilyen kis, egy papír volt, egy üres kis cetli, és egy nagy ív papír. Nagy íven ott van, hogy Lengyelország, azért jöttem ilyen vázlat, hogy lengyel kérdés megtárgyalni. A lengyel kormány ugye sehogy sem áll össze, a londoni lengyel kormány és a szovjet barát lublini kormánytól, hogy össze kéne passzítani. Voltak még más háború utáni Németország, mit csináljunk az SS és a katonai alakulatokkal. Sztálinnak az volt a véleménye, hogy hát ezekkel el kell jól bánni. Churchill meg azt mondta, hogy átnevelő munkát kell ajánlani nekik, illetve hadifogóiként ezek dolgozzanak, de még Angliába is menjenek, nem is beszélve a Szovjetunióról. Gyakorlatilag azért jött, hogy felosztani a világot. Sztálinnak ez mód felett tetszett.
És akkor sokban az Egyesült Államok vezetői háta mögött, Roosevelt még ugye 44 októberében él, és azt mondta Roosevelt, hogy hát én nagyon szeretnék, hogyha az én nagykövetem Harriman ott lenne a tárgyalásokon, hát nem engedte be Stalin és Churchill őt, először Harrimant, aki egy bizalmasa volt Rooseveltnek, ezekre a tárgyalásokra. És Churchill egy ilyen úgynevezett kispapírt vezető, és azt mondta, hogy ez egy piszkos dokumentum, ami most készül. És Churchill azt mondta, hogy nevezessünk erről jegyzőkönyvet, részleteset, és nem is készült erről részletes angol jegyzőkönyv, csak utólagos. És számos dolog nem került elő. Mi az a kis plusz tudomány bennem, mert az, hogy én az orosz szakirodalmat is talán használom, ami most nagyon jó dolog. Azért mondom, hogy jó dolog, mert régebben Magyarországon, a Kádár rendszerben, nem is beszélve a Rákosi rendszerben, akármilyen szemét könyv megjelent cirill betűkkel, voltak ilyen tervek, ezek megjelentek magyar is. Most a legjobb szakirodalom sem jelenik sajnos meg, elég baj ez, és ezért kénytelen én, ha orosz szakirodalomból vett, forrásirodalomból vett idézeteket, én mindig nagy idézeteket az én írásaimban, vagy ha tartok előadást, mert legalább az ember úgynevezett ismeretterjesztést folytat, és megismerteti, hogy adott esetben én önökkel a dokumentumot. Oroszul készült szakirodalom, nemrég használja, kb. 10 éve, 8 éve, oroszul készült egy jegyzőkönyv. Ez a jegyzőkönyv 7 pecsétes titok alatt állt, még Gorbacsov bukása után sem lehetett a kutatóknak. Aztán fölrobbant az egész, mert 1998-ban a Churchill hagyatékba néhány olyan mappa, ami szupertitkos volt, kutathatóvá vált. És akkor Oroszországban, a Szovjetunió legnagyobb utódállamában egy csomó hasonlóan titkos dokumentum napvilágra került. Többek közt ez a bizonyos Churchill-féle, Stalin-féle tárgyalás, és ennek az orosz jegyzőkönyve. Rögtön mondom, hogy ez egy autentikus jegyzőkönyv, és igen fontos, hogy megismerjük. A jegyzőkönyvben az alábbi Churchill mondat szerepel. Amikor ezt a sajtcetlit, egy sajtcetli, ahol Magyarország is, Jugoszlávia is, Bulgária is, és a többi ország a felosztásra ítélt Közép-Kelet-Európa és Balkán szerepel, így írja le Churchill, vagyis utólag tudjuk a Churchill szavai alapján, hogy hogy gondolta ezt. És Stalin óriási lelkesedéssel elfogadta, bár neki nem tetszettek bizonyos részletek, ő keveselte a jussot, ő keveselte a zsákmányt, de ha már Churchill viszi el a balhét, ha már ilyen mocskos dologgal, békekötés előtt, injúria, ha ilyen mocskos dolgokkal előhozakodott Churchill, Stalinnak ez olyan volt, mintha hájjal kenegették volna. Különben Stalinnak az volt a dolga, hogy mindent alá kell írni, minden szerződést. A szerződés azért jó, hogy ne tartsuk be őket. Szó szerint idézem Churchill szavait Stalinnak. Kijelentem, hogy igencsak piszkos és durva dokumentumot szerkesztettem, mely szerint világossá válik, hogyan alakulhat majd a Szovjetunió és Nagy-Britannia befolyása Romániában, Görögországban, Jugoszláviában és Bulgáriában. Magyarország annyira nem izgatta őt, hogy még azt szinte megfeledkezett erről, bár gondolt erre is. A táblázatot Churchill azért állította össze, így szól a jegyzőkönyv, Churchillt idézve, hogy megmutassa, mit gondolnak az angolok mindenről. Az amerikaiak e dokumentum láttán meg lesznek döbbenve. Ám Stalin marshal realista, mondja Churchill, ő magát Churchillt szintén nem jellemzi a szentimentalizmus, a jelenlévő Eden külügyminisztert meg teljesen romlott ember. Ő Churchill meg sem mutatta ezt a dokumentumot a brit kabinetnek. Viszont a brit kabinet általában egyetért azzal, ha ő Churchill is így javasol valamit. Milyen nagyképű ez az ember, illetve pont ő megnyert félig, meddig már egy háborút sokban. Ő nem gondolta arra, hogy a nép el fogja őt zavarni, a hálátlan nép. Mert Churchillnél többet a második világháború alatt senki nem tett az angol népért. Más kérdés, hogy Magyarország történetében milyen negatív szerepet játszott sokban, de az angol népnek ő a szívét kiadta, a lelkét. Ő azt mondta, hogy csak könnyet és vért ígérek. Ő bevette a munkáspárti embereket a kormányba. Ő elment azzal a Sztálinnal tárgyalni, abba a Moszkvába,
amely Moszkva ellen 1918-ban és 19-ben ő, mint az angol elit egyik vezetője, az angol flotta parancsnoka, az angol háborús kabinet esze és matmotorja háborút indított. És elment abba a Moszkvába, és megalázkodott egy kicsit Sztálin előtt. Mert neki fontos volt, hogy Sztálin vigye el a harcok garmadát, illetve kösse le a német haderőt, mert még véletlen se tervezze Hitler az, hogy Írországon keresztül, vagy Skócián keresztül partra száll, és tönkre teszi Churchill szeretett Angliáját. Na most azt mondja, hogy Churchill meg sem mutatta ezt a dokumentumot a brit kabinetnek. Viszont a brit kabinet általában egyetért azzal, ha ő Churchill is ide javasolt valamit. Amennyiben pedig egyszer megmutatja ezt az írományt a parlamentnek, micsoda cinizmus, a képviselők úgysem értenek majd ebből semmit. És akkor ráfirkantotta a dokumentumra, utólag még aznap este a kezelő orvosának, Morán doktornak, Lord Moránnak, mert Lord volt, de jó orvos volt attól még, azt mondta, hogy én Albániáról megfeledkeztem, hogy van ilyen ország. Albániába javasolni akartam a Szovjetuniónak 50-50%-os befolyást, de eszembe se jutott. De aztán a papírra viszont a többi ország ezt mondja, a Románia 90-10% Oroszország javára. Óriási szovjet befolyás Romániában. Egyébként érdekes, hogy elnézést most előre mondom, mindenhol Churchill, még Sztálinnal beszélgetve, Szovjetunió helyett furcsa módon Oroszországot mondta. És amikor készültek például a Szovjetunió megtámadására vagy megállítására, 1945 tavaszán ilyen tervek, Churchill mások részéről, még Oroszország rásra szerepel, és nem a Szovjetunión. Ez érdekes dolog, és Sztálinnak ez szintén tetszett. Ő már akkor nem csak egy szovjet bolsevik politikus, hanem a Sztálin akkor már a cárok utódja. A nagy orosz birodalom, ő már kommunista pánszlávistának, kommunista szlavofilnek, kommunista szláv vagy orosz politikusnak tekinti magát, és a Vászja fia már 14 éves volt, amikor azt mondta a 16 éves, 17 éves Svetlana, te képzeld el, apánk fiatal korában grusz volt. És azt is mondta Sztálin, amikor nyaggatták, hogy ő minek tartja magát, azt mondta, én egy ázsiai vagyok, de egy eloroszosodott grúz. És ilyen egyszer, amikor a politikai bizottságban Béria grúzol megszólította, mert néha ijeszgetve a többieket, ők elkezdtek grúzol beszélni, hogy ne értsék őket, és hát többiek betoljanak szó szerint, akkor azt mondta Sztálin, hagyd abba azonnal, itt nem értenek grúzul, én különben is egy grúz származású orosz-szovjet politikus vagyok. Tehát Sztálin nézte a Churchill-el együtt, a Románia 9-10%, Churchill azt gondolja, azt a 10%-ot ő azért betartja. Lesz egy román erős nagykövet, Romániában lesznek polgári angol barát politikusok, a kormány, a királyi kormány lesz, a fiatal király uralja Romániát, hát legfeljebb Sztálin csapatai megszállják Romániát, de ott esetleg még, mit tudom én, Erdélyben vagy valahol, Regátban lesznek angol garnizónok is. Írja Sztálin, tehát Oroszországban és Szovjetunió javára 90-10 Románia, Görögország 90-10 Anglia javára. Ez volt egyik legfontosabb dolog, ami miatt Churchill Moszkvába jött. Görögországot ugyanis, ez egy egyedülálló dolog szinte, talán Jugoszláviát is, de Görögországot főleg, nem angolok, nem szovjetek szabadították fel a náci németektől, hanem maguk a görög partizánok. Most úgy alakult, minden szovjet segítség nélkül, még Tito segítsége nélkül is, úgy alakult, hogy ezek a partizánok nagyrészt kommunista vezetésűek voltak. Ez egy egész egyedülálló eset egész Európában. És Churchill tisztában volt, hogy amennyiben az angol csapatok nem szállnak partra, nem foglalják el Görögországot, a királyt már nem lehet visszaállítani, a görög elitet már nem lehet nyomás alatt tartani, és ő elveszíti, Anglia, a világ tengereinek az ura, elveszíti a földközi tenger keleti részét. És azt mondta Sztálinnak, egy cserét ajánlott. Románia öreg a tiéd, de Görögország az enyém. 9-10%-ban. Sztálin bólogatott neki, mintha fogát húzták volna, mert ő ingyen kapott volna Görögország esetében egy kommunista barát országot, vagy egy kommunista országot, amely esetleg csatlakozik a Szovjetunióhoz is valamikor, és a cárok álma Görögország, Görögország, Konstantinápoly, Törökország legyőzése, de nem ment. És Jugoszlávia és Magyarország, folytatja Churchill, 50-50% paritás legyen. Itt Sztálin nem örült nagyon, de nem is tiltakozott Churchill ellen.
és Bulgária pedig 25-25% Oroszország javára, de 75 az már nagyobb, mint 10, és valami miatt Bulgária nagyon kellett Churchillnek. Churchill ugyanis azzal érvelt, hogy Bulgária háború alatt hadban állt Angliával, de nem állt hadban a Szovjetunióval. Erre Sztálin már azt mondta, elkezdett vitatkozni, hogy Bulgária így, meg úgy, szláv ország, és nekünk is ártott sokat. Akkor azt mondta cinikusan Churchill, köpök én az egész Bulgáriára. Nekem az a fontos, hogy mi is védve legyünk, magyarán, ha Bulgáriát teljesen megkapja a Szovjetunió, ez tisztán ilyen geopolitikai osztozkodás, akkor a Szovjetunió esetleg Görögországot sakban tartja. Tehát, hogy ott angol jelenlét is legyen. És később pedig Churchill azt mondta, hogy Albániáról megfelel. Most Sztálin a végén már póker arccal nem is vitatkozott Churchill-el, csak adta alá a lovat, tisztelettudóan beszélt, cínikus volt mind a két ember. Azt mondja Sztálin, nekünk vannak Angliában nagyon nagy divot a kakas viadal, nem tudom, hallottak erről. Kakasokat, ez egy állatkínzásnak egyébként egy fajtája, kakasokat neki zúdítják egymásnak, sőt tesznek is ilyen beletve a pengének a végét, oda kötik a kakasoknak a lábához, meg olykor a tarjához is, hogy minél nagyobb vér legyen. Most azt mondja Sztálin, nekünk a lengyelek körében vannak harci kakasaink. Ez egy harci viadal. Önök a londoni kormány embere, ezek az ön kakasai. A milyen kommunista, vagy mit tudom én, milyen lengyel kakasok. Próbáljuk ezeket nem egymásnak zúdítani, próbáljuk, mondja, azt mondja, majd a kakasokat elintézzük. Ilyeneket mondott Sztálin. Na most elment Churchill, teljesen felajánlotta, ezt a papírt égessék el. Sztálin egyébként mind kipipálta ezeket, egyetértek Magyarország 50%-ával, egyetértek Bulgáriával, stb. Churchill boldogan elment, hogy Sztálin mennyire megdumálta Sztálint, és gyakorlatilag a fél Kelet-Európába és a fél Balkán azért az ő befolyási övezete. Jól lehet, ott szovjet csapatok állomásoznak. Lengyelország furcsa módon nem is volt számára olyan fontos, majd csak lesz ebből. Sztálin azt mondta, jó, jó, de én elintézlek téged, Churchill, leült Molotovval, mondjuk én ezt nem hallottam, nem nekem mondta, de így lehetett, leült Molotovval, aki másnap leült nem Churchill-el, hanem Eden angol külügyminiszterrel, és azt mondta, ez nem jó, ez nem lesz egy jó, mi Magyarországon tartózkodunk, mi harcolunk magyarul, akkor még csak harcok voltak, még Budapestet be se vették. Nekünk kell Magyarországból 75%, nektek csak 25%. És a végén, amikor már végleges beosztás, 80%-ot kapott a Szovjetunió papíron Magyarországról, és 20% a Anglia, de hát a Rákosi rendszerben már 100% lett a 20%. Tehát bevált Sztálinnak a taktikája, mindent megígérni, és szépen visszacsinálni az ígéreket. De Churchill akkor is elégedetlen ment, mert végül Magyarország és Bulgária 80-20%, érvényesül a szovjet dominanciája. Tegyük még ehhez hozzá, hogy Sztálinnak eszeágában sem betartani, ez tény. De Budapesten, Szófiában és Bukarestben már 45 tavaszán nyarán olyan kormányok alakultak, én még a magyar kisgazda kormány, kisgazda vezette kormányt is, amelyek kénytelenek voltak a szovjet követeknek, a szovjet diplomatáknak és szovjet katonai helytartóknak, emlékeznek múlt alkalommal Vorosilov marsalról volt szó, hát ő diktálta azért itt az iramot. Nem az angol nagykövet, nem az amerikai nagykövet, nem a szövetséges ellenőrző bizottságban dolgozó angol és amerikai képviselők. Na most, amiben Sztálin betartotta a szavát, az Görögország. A görög partizánok óriásit buktak, az angolok partra szálltak, és gyakorlatilag az angol csapatok győzték le a partizánokat. A partizánok a hegyekbe vonultak, és ahogy az angol csapatok kivonultak Görögországból, megkezdődött a partizán háború, akkor már becsapta Sztálin Churchill, de az már 46 után volt, de akkor 45-ben ő teljesen se katonát, se tisztet, sőt a görög kommunista pártot még egy kicsit leállított, hogy ne harcoljatok annyira az angolok ellen. A görög kommunista párt ezt egyébként nem tartotta be, és Sztálinnak ők meg viszont hazudtak, hogy nem, de közben ők támadták az angol bázisokat, garnizonokat. Ez egy külön történet egyébként a görög kommunista párt sorsa,
a görög kommunista párt vezetőinek a sorsa, katonáinak a sorsa, hogyan kerültek ide Magyarországra, mi volt ez a Belojánisz falu. 1956-ban, hogy a görög fiatalok fele harcolt a forradalmárok oldalán, a másik része fele pufajkás lett, és így tovább. Hogy idős korban ezek majdnem mind visszamentek most Görögországba, jól lett csomó magyar vegyes házasság volt, és így tovább. Ez egy külön téma, de ez egy nagyon érdekes téma, de az ember úgy beszéljen valamiről, pláne, hogy fogy az idő, Szamár Börtén, hogy hagyjuk ezt. Na most az Elbától keletre fekvő térséget sokban osztozott azért a Szovjetunió, akkor Churchill-el, és Rooseveltek először egy nagyon finom formában egyáltalán tették le a lapukat, hogy ők mit csináltak ezzel vagy. És azt mondta, lényegében én úgy tartom ezt, emlékeznek, voltak a vallásháborúk, a protestantizmus, Luther után már vallásháborúk, már államok vívtak, például Bethlen Gábor is, meg svédek, meg lengyelek, meg franciák, meg német-római birodalom, tehát katolikusok kontra protestánsak. És akkor lezárult a vallásháborúk időszaka egy latin mondással, cuius regio, eius religio. Mit jelent ez? Aki a terület, azé a vallás. Valami ilyesmit történt, Sztálin azt akarta, a vallásháború korából mondjuk vette ki ezt a dolgot, hogy ha én állomásozok valahol, tegyük fel Magyarországon, Bulgáriában, Romániában, Csehszlovákiában, Lengyelországban, oda szállítom az erőt, a belügyet, a katonákat, és oda szállítom az ideológiát, és az én kommunista nomenklatúrámat. De lesz egy átmeneti időszak, amikor ezt nem lehet úgy megcsinálni. Viszont a végén már a Szovjetunió olyan erős volt Kelet-Európában, hogy Sztálin, igaz, hogy angol és amerikai nyomásra, nem tudom, sokan nem tudják, kivitte a csapatokat több helyről. 1945 és 47 között Csehszlovákiából, Bulgáriából, Finnországból, Norvégiából, egy nagy dán szigetről, Bornholmról és Kínából a szovjetek kivonják a saját armadiát, a saját csapatait. De így is jól állnak, Bulgáriában már kommunista kormány van, Csehszlovákiában Benes 48-ban megbuktatják akkor is a belügy, és a hadsereg sokban a kommunisták kezében van, és a kommunista párt Csehországban, nem Szlovákiában a legnagyobb párt, és de Finnország pedig egy félfüggő állam lesz, Sztálin egyszerűen félt beolvasztani Csehszlovákiát. Na most Churchill észrevette ezt, hogy az ígéret szép szó, ha megtartjuk, úgy jó. Ő azt hitte, hogy tényleg dominálni fogja a Kelet-Európa és a Balkán egy részét. Mi történik? 1945-ben létrejön a jaltai találkozó. Ez még ehhez az osztozkodáshoz is képes jut, mert Jaltában lényegében Roosevelt nyomására Churchill nagyrészt odaadta Lengyelországot Sztálinnak, és nagyrészt azért Kelet-Európában is elismert, egyszerűen nem volt neki ereje dominanciát gyakorolni, de Görögországot megkapta Sztálintól Churchill, és még egyet kért Churchill nagyon cinikusan Sztálintól, hogy állíts le öreg az olasz kommunistákat Észak-Olaszországba, ott partizánok küzdenek Mussolini maradványokkal szembe, és attól félek, hogy ott a kommunisták nagy bajt fognak okozni. Pedig ott vannak a mi csapataink is. Sztálin azt mondta, hogy nekem mi közöm naivul itt szétták ehhez, azt mondja. Toljáti, az olasz kommunisták vezetője ott van már. Ha itt élne Moszkvába, én behívnám és megpróbálnék rá nyomást gyakorolni. Én nem tehetem Churchill, nem tehetem ki magamat azzal, hogy engem Toljáti elküldt a fenébe. Hát olyannyira nem küldte volna el, hogy a legkisebb részletekbe mentek a futárok, és Sztálin nem mondom, hogy irányította az olasz kommunista pártot, mert se érkezése, se tudása, se akarata sem volt neki ehhez, de lényegében Sztálin azért nagyon nagy hatást gyakorolt, a francia, az olasz kommunista pártot nagyon kisjánult, hogy Franciaországba és Olaszországba kommunista kormányok ne kerültek volna abszolút hatalomra, de a háború utáni kormányokba, Franciaországba és Olaszországba, Belgiumba, Finnországban és Ausztriába egy ideig különböző erővel és hőfokon a kommunisták tagjai voltak a kormánynak. Franciaországban hadipart felügyelő és a
felügyelő miniszter és a titkos rendőrséget felügyelő miniszter egy ideig partizán kommunista volt Olaszországban. Togliatti, azt hiszem, ha jól emlékszem, igazságügyminiszter lett abban a kormányban, és a háborús bűnösök elleni, mit tudom én, harc, többek közt őre hárult. Az olasz kormány, vagy az amerikai hírszerzés, vagy az olasz konzervatív erők hírszerzés meg akarták őt gyilkolni, és volt is ellene merénylet, és akkor Sztálin szovjet tiszteket kirendelt a felgyógyult Togliatti védésére, majd az olasz kommunista párt neki testőrséget alakított, és érdekes, hogy Tito testőrsége is az elején, nem az összeveszés után, de legalább 2,5 évig részint szovjet tisztekből állt, és a helyettes parancsnoka a testőrségnek ugyancsak egy szovjet belügyes tiszt volt. Na most Sztálin 45-ben Churchill-el van a csúcson, amikor kiegyeztek Lengyelország esetében. Churchill hazamegy, és áprilisban azt tapasztalja, amikor Magyarország nagy részét a szovjet megszállta, szóval egész részét, amikor már a harcok Ausztriáért folynak, sőt Bécs is szovjet kézre került, Kelet-Berlin lassan már szovjet kézre került, Churchill őrjöngeni kezd, hogy a szovjetek mindenhonnan kiszorítják őt. Bécsbe az angol politikusok és a katonák eleinte besetehették a lábát. Kelet-Berlinbe besetehették a lábukat. Budapestre besetehették a lábukat. Ez egy külön téma, én majd erre visszatérek, de nem most, erre nincs idő. Az amerikaiak már Truman alatt, és de korábban Roosevelt alatt nagyon tárgyaltak Sztálinnal, nem a magyar ideglenes kormánnyal, hogy Budapest mellett, egészen Budapest és Esztergom között több repülőteret kialakítani, és itt egy hatalmas amerikai légitámaszpont legyen, és innen bombázzák majd a Rajna vidék környékén a náci hadsereg maradványát. Így gyorsabban befejezték volna a háborút, és kevesebb amerikai katona esett volna el. Sztálin ezt, mint sok minden mást, igent mondott, de elhúzta. Úgyhogy ebből a bázisból utána már az amerikai azt mondja, hogy mi a fenébe kell nekünk egy légibázis. Megígérte, de nem tartotta be. Most Churchill akkor nagyon berágott a szovjetekre, ellentétek kezdődtek, és elkezdődött egy összecsapás és egy elhidegülés április 45 áprilisában a Szovjetunió és az Anglia között. Én most az amerikai vonalat nem folytatom. 1945 áprilisában Churchill behívja magához egy tábornagyot, Arnold Brookot, és azt mondta, hogy ki kell dolgozni egy tervet, az Enormous kódnéven, vagyis megvalósíthatatlan, hihetetlen, úgy is lehet fordítani, vagy nem normális, vagy szó szerint meg minden, és ebbe a tervbe ki kell dolgozni, hogy az angol haderő, az amerikai haderő, a nyugaton lévő nagyon népes 250 ezer ember lengyel haderő, és 2 millió felfegyverzett német hadifogoly megtámadja a Szovjetuniót, és megállítja őket a Szovjetunió egykori határain. Nem engedi be Európába. És Európából egy ilyen koridort, szanitert Európában kell létesíteni a Szovjetuniónak ellen. Az amerikai katonák nagyon engedelmesek. Churchill gyakorlatilag nincs az a tábornok, aki az ő szemükben nagyobb tekintélyen rendelkezik, még Montgomery sem. Montgomery félig meddig őrültnek tartotta Churchillnek, de egy percig sem mondta ezt neki a szemébe, és még ő vele is ezt megbeszélte, de nem olyan intenzitással. Egész áprilisban ezen dolgoztak a Enormous terven az angol katonák, nem magas beosztások. Ha 20 ember tudott erről, az sok. A szovjet hírszerzés végül ezt megtudta, de nagyon elnagyoltan tudta meg nagyon kis részleteket. Maga az Enormous terv 1998 óta ismert csak részletesen, Churchill személyes dossziában került elő, akkor lett kutathatóvá, elképzelhetetlen, én így fordítottam le, ezt a kódnevet adta neki Churchill. Ezt a tervet 45. május 22-én vitatott meg néhány katonai vezetővel végleg, akik már egy hónapja dolgoztak ezen, de nem csak magas rangú tiszteket. Ez az úgynevezett, a vezérkarnak volt egy ilyen hadműveleti tervezési részleg. Nekik a háború alatt nem csak a per pillanat, orvosi nyelven szólva status idemet, neki a jövőt is. Még Churchill csak és Roosevelt csak Casablancánál
ő irányításával, ő döntésükre Casablancánál szállnak partra, de ők már a D-Day-t, már a normandi partra szállást gondolják, de már más, még másfél év múlva csak, de akkor már részletesen kidolgozzák és így tovább. Tehát tessék elképzelni, áprilisban a Szovjetunió a legjobb szövetséges. Sztálin és Churchill egész kedvesen leveleznek. A szovjetó, Sztálin se kell félteni, ő neki is fájt, hogy meg kell állni valahol, de ő neki, ő is mondta Budyoninak, a nagybajszok kozáknak, hogy jaj, Szemjon, emlékszem, a polgárháborúba öreg, te azt mondta, gondoltad, hogy a te vörös lovasságot eljut az Atlanti óceánig, majd még a Szajna partján megitatod egyszer a lovaidat. Majd egyszer. De Sztálin tudta, hogy ennyi ember vesztességgel, több mint 20 milliós vesztességgel, több a 40%-ban roncs országgal, távolsági bombázók nélkül, persze az atombombáról előkészületeiről Sztálin többet tudott ám, mint Churchill, nem tudott többet, mint Roosevelt, de amikor Truman átvette, hogy elnök lesz, nem is tudott arról, hogy mi az a Manhattan terv részleteiben. Tehát egy érdekes, de Sztálin hírszerzés révén, de Sztálin pontosan tudta, hogy egy ilyen háborút nem lehet megvívni, de azért ő se minél tovább kiszorítani Angliát, Egyesült Államokat Európába, minél több területet elhapulni és odaállítani a katonákat, és nem nagyon távozni onnan, bár kénytelen volt leszerelni egy csomó katonát, mert alig volt használható férfi, talán meg megígérte Amerikának és Angliának, hogy hadat üzen Japánnak Németország kapituláció után 3 hónappal. Na most... Tehát Sztálin is gondolkodott, de ő biztos neki is voltak ilyen konkrét tervei, ezekről még nem tudunk. De az, hogy tényleg, Churchill első világháborús dokumentumhoz hasonlóan kidolgoz, ott az első világháborúban még ki se tört szinte a háború, meg minden, évekre előre terveztek, de Churchill nem előre tervezett. Július 1-ével gondolta, amennyiben az amerikai és angol katonai és politikai elit elfogadta, végén már nem is merte Amerikába átküldeni ezt a tervet, és az angol katonos vezetők annyira ellenezték, végül ő nem indította be, július 1-én meg akarta támadni a Szovjetuniót. Megvan ennek a tervnek a leírása, és rengeteg térkép került elő Churchill archívumába 1998-ban. Na most a vörös hadsereg vagy a szovjet haderő kifejezések helyett az iratokban általában orosz hadsereget használnak, ezt már mondtam. A mellékletben térképek, ezt már mondtam, azt viszont nem mondtam, hogy gondoljunk arra, hogy Japánt még nem győzte le, akkor az Egyesült Államok és Anglia. Szovjetunió még nem is áll hadba Japánnal. Még folyik a második világháború, és Churchill, horribile dicto, így is írd is mond, már hadat akar üzenni a Szovjetuniónak, amikor magá a terv nincs legyőzve. Az angol katonai vezetők, akik csinálták ezt a tervet, teljesen megvoltak, teljesen megvoltak döbbenve. Akkor csináltak egy alpontot, hogy félnünk kell, amennyiben megtámadjuk a Szovjetuniót, a Szovjetunió szövetkezik Japánnal, és ez egy olyan erős szövetség lesz a csendes óceán partjainál, hogy akkor évekig eltarthat még a világháború ott Ázsiában, japán-szovjet mondjuk összefogás ellen. Na most így foglalták össze végül Churchill számára azok az angol katonai vezetők, nem csak katonai dolgokat, létszám, ütőképesség, erőnlét, tartották szem előtt, ők, akik elcsináltak ezt a tervet, hanem azt is nézték, hogy lehet az angol néppel megértetni. Amerikairól nem is beszélve, hogy ez a háború létrejön. Lengyelország miatt harcolni? Mi ez? Hát eddig se jó Lengyelország miatt keveredtünk a háborúba 39. szeptemberiben. De akkor is. Volt egy közvéleménykutatás márciusban. Az angol lakosság, és ez nem olyan közvélemény, nagyon nem politizálunk, mint most egyes pártok már miket adnak ki, mindegy. Az angol, ez egy érdekes, ott nem ezres meg 500-os mintákon, háború végén. Az angol lakosság 75%-a szimpatizált a Szovjetunióval, ebből 68%-a Sztálinnal. Ez egy óriási szám. Hatalmas mintával. A kormány csinált egy ilyen közvélemény. Amerikában szintén volt igaz, hogy később, ott 45% csak. Ott az amerikai sajtó a háború alatt végig bombázta Sztálin, stb. Stb. Nem véletlenül, amikor az angol és az amerikai vezetés kiderítette, vagyis a lengyelek derítették ki, vagyis a Goebbels bedobta ezt, hogy a
Katinba lengyel tisztek tömegét gyilkolták le, bár mind a két vezetés, Roosevelt és Churchill részletesen tudott erről. Nem véletlen, hogy amikor ez Amerikában a sajtó ezzel foglalkozott, Angliában a cenzúra úgy leállította ezt, a háborús cenzúra, és Churchill, amikor megtudta ezt az a londoni emigráns lengyel kormány vezetőjétől, Sikorsky tábornoktól, hogy jaj, csak ne szibáruljunk ki. Jaj, csak a Szovjetunió és Lengyelország és a lengyel kormány között nem lesz olyan nagy ellentét, hogy ez a mi közös ügyünket gyengítené. Ez volt Churchill. Ő cinikus volt végtelenség, amikor nem Angliáról volt szó, amikor Angliáról volt szó, ő rendes volt. Ő normális volt, ő kiváló volt. De amikor ő szerinte, aki kívül esik a birodalmon, és Magyarország, és én miért ne nézem ezt Magyarország szemszögéből nézve? Ez nem olyan, mint a Rákosi rendszerben, amikor, mit tudom én, a múltat, a középkori háborúkat is, meg a, mit tudom én, a Szuvorov hadjáratait is, a francia köztársaság ellen azt is úgy nézték, hogy az oroszoknak a módba igazuk van, hiszen a szovjeteknek is most igazuk van. Nem. Én Magyarország szempontjából néve Churchill ezzel a százalékszámítással, sok minden mással, lengyeleket ő már korábban elárulta, de így hirtelen megideologizálta. Azért kell a Szovjetuniót megtámadni, hogy a lengyeleket visszavinni oda, és a határokat kitolni. Hát nem azért, ő az európai dominanciától fértett. Ő látta már, hogy a brit birodalom szétmegy. Franciaország viszont gyenge, legalább Európában legyen domináns, és ő azt gondolta, összeadta egy ilyen kis papíron, és ez nem vicc, 2 millió vagy 1 millió, itt különböző megoldások, német hadifoglyot fölfegyverezni. Megtiltotta Montgomerynek, hogy a német fegyverzetet megsemmisíteni. Messerschmitt gépeket, német ágyukat, tigris páncélosokat, stb. Nem szabad megsemmisíteni. Nagyon elhúzta. A kézi fegyvert a végén már Montgomery Churchill engedély nélkül elkezdte megsemmi, ő nem értett ezzel egyet. Lengyeleket fölfegyverezni. Európa népei föllázítani Sztálinnal, és plusz még az angol és az amerikai csapatok, és itt jött neki a hideg zuhany, mert neki Schwarzenweiss bebizonyítják az ő katonai szakértői, hogy ezeket a csapatokat Amerika soha nem veti be a Szovjetunió ellen, Amerika számára a legfontosabb a japánokat legyőzni. És már viszik el Európába az amerikai csapatokat, és amerikai csapatok nélkül a Szovjetuniót, ha megtámadjuk, súlyos vereség lesz. Én nagyon röviden összefoglalom ezt, ennek az Enormousternak a lényegét, és elmondom, hogy hogyan adta fel a Churchill, és feladta. Na most összesen 6 pontból áll, 6 lényeges pontból áll ez a terv, és ilyen vastag a melléklet, alig rágtam át magamat ezen, rajta van egy ilyen levéltári kiadványban, és plusz még rengeteg térkép. Bevallom, a térképeket én nem láttam, csak a térképek leírását ismerem, amerikai, angol szász és angol kollégák leírásában. Hát ebben szeretem a forrásokat így, hát ha nem is megfogni a levéltárban, mint régebben, bár most is nagyon, de devízó, szeretem a forrásokat így kézben tartani. De hát ezeket a dolgokat faximilében leközölték, és szinte nem tud a történet tudomány ezzel mit kezdeni. Egyes pont. Az angol katonai vezetők helytelenítik Churchill tervét. Furcsa volt nekik bármit úgy tervezni, hogy az Egyesült Államok katonai vezetése mit sem tud erről. Hogy tudnak, magyarán lefordítom, hogy tudnak ők kalkulálni úgy, hogy ennyi amerikai hadosztály támadja meg Norvégiában a Szovjetuniót, ennyi hadosztály Törökországban vagy Romániában, az Anglia esetleg igent mond, de Amerika nem mondott igent. És ez egy katonai, ha nem szélhámos, egy katonai tervezőnek, ha nem futurológus, ha nem regényíró, akkor lehet írni Marshról fantasztikus regényt, de hogyha én nem tudok olyan rakétákat produkálni a valóságban, ez egy fantasztikus regény van, én a Marsra most nem tudok úgy elmenni, hogy a telepet létesíteni. De lehet regényt írni, és Isaac Asimov ezt gyönyörűen megcsinálta. De ez regény. De ez viszont konkrét katonai terv. Kettes pont. Felvetik azt, hogy az angolok vezette a koalíció megtámadja a Szovjetuniót, a Kreml azonnal szövetséget köt Japánnal. Erre már utaltam. 3. A Szovjetunió túlereje a dokumentum szerzői szerint vitathatatlan Európába, Ázsiáról nem is beszélve. A tankok számaránya 2-1, a vörös hadsereg javára, a gyalogság számaránya 4 az 1-hez, a gyalogság javára.
Na most megint csak az amerikai hadosztályokat is bevették, ezek meg folyton mentek ki Európában, amikor számították. 4. Német hadifoglyokat szinte lehetetlen felfegyverezni titokban. A túlzsófolt országutak, szétbombázott német városok és agyon hajszolt vasúti közlekedés okán a váratlan szovjet ellenes támadás kizárt. Tehát föl kell készülni a támadásra. Hát bolond lenne Sztálin konyev marssal mondjuk 1000 vagy 2000 tankját nem rögtön rázódítani akkor Európára. Szóval elmentek volna a Lamans csatornáig, atombomba nyistó, Európát a liberátorokkal vagy az angol nehéz bombázókkal nem lehet bombázni, lehet tankokat támadni kisebb gépekkel az országutakon, vagy mit tudom én, terepen. De nem lehet mondjuk Párizs vagy Brüsszel központjába bombázni a szovjet tankokat, mert és Európa tele van településekkel, mert akkor ez a lakosság tönkre megy is itt tovább. 5. Az angol közvéleményt igen nehéz lesz megdolgozni Moszkva ellenes alapon. Erről beszéltem. 6. Az angol flotta a tervezők szerint változatlanul jóval erősebb volt a szovjetnél, ám a szovjet vadászgépek száma és minősége kezdte megelőzni 44 végére a brit katonai repülőgépparkot. Ugye akkor a Szovjetunió elfoglalta a későbbi Kelet-Németországot, NDK-t, ez a keleti megszállási zóna, és ott voltak a Henkel, a Messerschmitt és a Focke-Wulf gépek jelentős része. A Junkers gépeket is részint ott gyártották. A Szovjetunió elfoglalja Magyarországon a MOM finom mechanikai dolgokat, a Szovjetunió elfoglalja Csehországban a totális Skoda gyárokat, ami egy hatalmas ipar, és a Szovjetunió elfoglalja Romániába a ploiești olajmezőket, ahonnan annyi benzint lehetett kivonni, és nem véletlen, hogy Hitler, aki őrült volt, paranoiás és véres gazember, de azért hülye nem volt, azt mondta Mannerheim Marshallnak, ide figyeljen, Marshall úr, akkor tárgyalt vele, Hitler egy országba ment a háború alatt, csak Finnországba. Ő nagyra tartotta a finneket, és nagyon félt végig, hogy a finnek átállnak, vagy kiugranak, és érdekes, hogy a finnek ezt nyíltan csinálták a tárgyalásokat, amit Magyarország, Bulgária és Románia, Olaszország a legnagyobb titokban. De Finnország elég nyíltan csinált. Ez egy megint csak úgy tudnék erről, de hát hol van az a nyár? Nem lesz erre időnk. Mindegy. Most azt mondta Mannerheimnek, hogy azért lesz az a háború, és az lesz a győztes, akié lesz a ploiești olajmezők, akié lesz Románia regát. Ez egy megdöbbentő meglátás, így is lehet. Amikor Románia kiugrott, Hitler annyira megszűkült, ami a tankokat, stb. Repülőgépeket ellátó kerozint, benzin, stb. Illeti, hogy képes volt Berlin alól válogatott SS páncélozott katosztályokat átvinni a Balatonhoz, nem azért, mert védeni akadt a Székesfehérvárt, meg Pápát, meg mit tudom én, mit érdekelte őt, hanem ott volt a Zalai és a Somogyi olajmezők, és ezért indította az utolsó nagy támadást, amely elég sikeresen indult, gondoljuk Székesfehér visszafoglalására, és utána, amikor ott Hitler vereséget szenvedett, akkor ő már ilyen nagy vesztesség arányal föl se tudta a szovjeteket tartóztatni Berlin alól. Na most a dokumentumok szerint a első fokon a Vörös Hadsereg diadalmoskodik. Képzeljük el, valaki terveznek egy háborút, és azt mondja, lehet, hogy megjelöljük ezt háborút, de egy totális háború után, egy világháború után, a harmadik világháború után. Leírták azt a szót, hogy harmadik világháború. Mert eleinte a Vörös Hadsereg diadalmoskodik, így Churchillnek elnézést a pofájából elmondták. Így egy ezredes volt a referens, ő állt, neki jó öblös hangja volt, ő olvasta a dokumentumot, és így nézte Churchill, és azt mondta, hogy miniszterelnök úr, lord úr, a dokumentum szerint első fokon a Vörös Hadsereg diadalmoskodik. Elfoglalják simán Skandináviát, Közép-Európa jelentős részét, betörnek Nyugat-Európába, átkelnek a Rajnán, lehet, hogy Franciaországba föl tudjuk őket még tartóztatni, amennyiben majdnem a teljes amerikai és kanadai armádia visszajön, de nem jön vissza, mert ők Japánnal harcolnak, a kanadai csapatok már nagy részt elmentek a Közel-Keletről is, és még folytatom, mondta az illető, betörnek Hollandiába, Belgiumba, Dániába, és még veszélyesebb, ez a tábornok, néhány ezredes, akik kitűnő vezérkari tisztek, még veszélyesebb lesz a helyzet a Közel-Keleten, ahonnan a válogatott brit, ausztrál, új-zélandi és kanadai csapatok épp kivonultak már, mentek a japán elleni frontra, és számolni kell, hogy a szovjetek előre nyomulnak Irak és India felé, és ott gyakorlatilag ellenállás nélkül betörnek ezekben az országban, nagyon kis erővel.
A memoár írók szerint, napló feljegyzések szerint Churchill őrjöngött. Churchill, amikor elbúcsúzott, még tűrtőztette magát, akkor ment kifelé egy impulzív ember, volt, úgy bevágta az ajtót. Hát nézzék, impulzív, hát én is csináltam már sajnos életemben kétszer-háromszor, úgy megjátszottam, hogy bevágtam valakire az ajtót. Volt ilyen az egyik tévi elnökére is, amikor azt mondta, hogy megszünteti a műsort. De tisztában voltam, hogy ha bevágom a hajtót, akkor hátra lesz még tárgyalási alap, és ha még durva is leszek vele, de elnézést, utólag tőle kérek elnézést, őt már nyugdíjazták, de elnézést, hát még csúnyát is mondtam neki, azt nem idézem. Divat most csúnyát beszélni, én nem. De tudtam, szaladt utánam a lift felé, Miklós, hát én nem is gondoltam, hogy ez neked olyan fontos. Hát az neked van egy egyetemi állásod, hát miért, hát megszűnik, hát majd visszajössz. Mondtam neki, jó. Churchill lehet, hogy ezt megjátszotta, de az tábornoki kar egyetlen egy tagja, beleértve a tábornokot, az ő szárdsegédét, beleértve Brooke tábornagyot, beleértve Ismay Lordot, szintén egy tábornagyot, légierőparancsnokát. Éjszaka velük ott a bunkerben, amikor bombáztak, együtt dolgozott, egyik se ment utána a lifthez. Egyik se kísérte el, és így botra nehezen támaszkodva ment az öregemben. Megint csak nem 69, és nem 65, és nem 50, amikor néha élénk volt, és mondjuk hadat üzent vagy valamit, hanem egy öreg ember szállt be a liftbe, és ment lefelé, és sejtette már, de nem mondott le arról. Nem tört ki a háború. Júniusban, amikor a szovjet hírszerzés megtudta, a Sztálin utasítására Zsukov riadoztató összetartást rendelt el a Németországban elállomásozó szovjet csapatoknak. Akkor már Eisenhower volt Németország nyugati részében, parancsnok rögtön átment hozzá, próbálta kikémlelni, hogy mi ez. És akkor Churchill ugyanennek a társaságnak, még kibővített társaságnak adott egy új feladatot, mi lesz, ha Sztálin megtámad minket, hogy tudjuk megvédeni a szigetet. De már ez hülyeség volt, mert már ott volt a potsdami találkozó, már közel voltak a választások. Még egyszer, 45-ben Churchill elmegy megismerkedni Trumannal. A közel Kanadához egy szigeten találkoznak, és oda viszik, oda hívják. Máig nem tudjuk, hogy miről volt ott szó részletesen. Oda hívják Montgomery-t, a Didé angol hősét, és oda hívják Eisenhower-t is, hogy miről tárgyalnak. A szovjet hírszerzés szerint, hát erről tárgyaltak, hogy hát mi lesz tovább. De már Potsdamban sok minden eldőlt, ez a háború elmaradt, elég stabil volt Kelet-Európa elfelosztása. Az atombomba után más kártyaleosztás, és akkor a Szovjetunió, Sztálin szerintem még túlzottan is félt a nyugattól akkor, és akkor a Szovjetunió kivonul. Görög partizánokat nem úgy támogatta, ahogy kellett volna, idézőjelben nem örültem volna ennek. Én Budapesten ismerek egy jó pár görögöt, ezek partizán család tagja, ezek olyan antikommunisták, hogy én milyen magyar antikommunistákat nem láttam. De ők is azt mondják, hogy a Szovjetunió a mi szüleinket, nagyszüleinket elárulta. Tehát ő Iránból kivonult, noha Anglia és Egyesült Államok nem támadta volna őt meg. Törökországban is gond volt Sztálinnak tovább követelni török területeket. 45-ben nagyon követelte, nagyon készült a török ellenes háború, és általában Sztálin elkezdte leszerelni a vörös hadsereget. Egy mondatot hadd mondjak még önöknek, hogy a legközelebbi előadás, ha jól emlékszem, Sztálin titkos archívumáról szól. Én mindenhol fel fogok ezen túl olvasni magyar vonatkozásokról idézeteket, mert így jó, így szép, elegáns. Egyetlen egy idézet most elmaradt nekem most, hogy egyetlen idézet elmaradt, ezt hadd olvassam esetleg fel önöknek. Így van az, amikor... Igen. 1945. május 13-án Churchill a londoni rádióban lényegében nem nevezte meg a Szovjetunió, de elmondta nekünk, új nagy bajokra kell készülni. Körülírta az, hogy újabb szörnyűség várhat esetleg Európára, és Európa egy részében, amely a nácik igája alatt volt, diktatórikus
és rendőrkormánynak fognak alakulni. Ez reagálás a román és bolgár helyzetre már. Ez már reagálás. És Churchill fogadja másnap vagy harmadnap Gusev orosz, vagyis szovjet, bocsánat, nagykövetet, abból az alkalomból, hogy Churchill felesége, Clementine asszony megjön Moszkvából. Moszkvába a nőnek diadal útja volt, a háború alatt ő egy olyan bizottságnak volt a vezetője, Churchill felesége Clementine, amely gyűjtést rendezett a szovjetek számára. Nagyon sok egyszerű angol munkástól, lordokig és üzletemberekig befizettek ebbe az alapba, tankokat vásároltak, stb. És nagyon érdekes meleg holmit, és őt, meg hát ő Churchill felesége, és ő nagyon náci ellenes beállítottságú, és ő inkább Churchill ravasz ember volt, ő meg indulatos. És kiment a Szovjetunióba, és Sztálin is fogadja, és diadal útja volt, még a börtönbe is beengedik őt megnézni, hogy igaz-e, hogy rabok, hogy raboskodnak a Szovjetunióba. Mondani sem kell, hogy foglárokat beöltöztettek az egész emeleten. A nőt nem nagyon lehetett megetetni, mert nagyon okos volt, a nagykövetnél is jobban látta a helyzetet, és mégis úgy jött vissza a hölgy, Clementine asszony a Szovjetunióból, teljesen dobogott a szíve, és ezen a reggelin, ahol ott volt Gusev nagykövet, emelte poharát Sztálinra. Sztálin ugyanis fogadta őt korábban, és kitüntette, megkapta a munka vörös zászló rendjét Sztálinéktől. Davis volt szovjetunióbeli amerikai nagykövet, meg a Lenin rendet megkapta, ő meg aládolgozott Sztálinnak ezért, azért, amazért, és őt meg kitüntették. Ez egy, a tábornokokat is kitüntette sorra Sztálin, és fordítva. Churchill a jaltai találkozóért még a szovjet belügyminiszternek, Kruglovnak is, aki a hírszerzés egyik fontos embere volt, és szörnyű szadista, Kruglovnak is, Lordnak neveztek is, mert ő biztosította a jaltai találkozó sikerét, úgy, hogy nem volt sem merénylet semmi, noha a németek tervezték megbombázni Jaltát, és terveztek oda ledobni, és állítólag még le is dobtak oda diverzánsokat. Na mindegy, a hölgy fölállt, és Gusev nagykövet felesége, aki nem is tudott jól angolul, ők elvonultak egy másik szobába. Ott maradt Churchill, ott maradt Kerr, a moszkvai angol követ, aki Londonban volt, és ott mellett Gusev nagykövet. És Gusev másnap Sztálinnak és Molotovnak, az a Churchill egy olyan rohamot rendezett neki, idegrohamot, ez is megtervezett, csak részben megtervezett idegroham volt, meg képzeljék el, Churchill körülírta azt, hogy itt, no, ha így folytatjátok, háború lesz. Gusev úgy meg volt ijedve, akkor már május 13-a után már kész volt szinte ez az enormous terv. Churchill a terv előkészítés birtokába így beszélt a szovjet nagykövettel, akivel kedves volt még a felesége jelenlétében. Gusev azt írja Sztálinnak, beszéde során Churchill nem titkoltan őrjöngve szólalt meg Triestről és Lengyelországot szóba hozva. Beszédében sok volt a zsarolás és a fenyegetés, ám ez nem csupán egyszerű zsarolásnak tűnik. Ez sokkal komolyabb dolog. Churchill május 13-i beszéde szabályos direktíva volt a sajtó számára. Még nem tudjuk pontosan, miért érkezett meg Eisenhower és Montgomery Londonba. Ám életszerű, hogy egyszerűen felrendelték őket, hogy beszéljék meg és értékeljék ki, milyen katonai erőt képviselnek a Szovjetunió nyugati szövetségesei. A fennálló helyzet figyelembe véve arra kell összpontosítanunk, hogy Churchill személyében egy kalandorral van dolgunk, aki számára a háború a valódi léte, és a háborús körülmények között sokkal jobban érzi magát, mint békés körülmények között. Én nem tartanám Gusev úrhoz, elvtárshoz hasonlóan Churchill kalandornak, de az, hogy Churchill valódi léte, a háborús körülmények között volt, azt én is aláírom. Köszönöm szépen!